Szeretettel köszöntök minden kollégát a 20. Dentál Worldon, ami történetesen online zajlik ebben az évben, mint minden más. Előadásomban arról szeretnék beszélni, hogy mitől lesz egy restauráció stresszredukált, és hogy hogyan lehet elérni a lehető legnagyobb gonderőt. Először is hadd mutatkozzam be röviden. 3 éve végeztem a Szegedi Tudományi Egyetem fogorvostudományi karán. Ahogy ez a kép is jól sugallja, nem vagyok sokkal idősebb, mint maga a Dentál Word. Ezért csalódást okozhatok a közönségben azoknak, akik évtizedes nyomonkövetéses eseteket keresnek. Ehelyett ennek az előadásnak inkább az lenne a célja, hogy betekintést nyújtson a fogászat biomimetikus megközelítésébe, amelyet viszont már hallgatóként is volt szerencsém tanulni. Ezért tanáraimnak örökké hálást teszek, különösen Dr. Fráter Márknak, aki a restauratív fogászat világszerte elismert előadója. Szintén az egyetemi évekhez köthető, hogy a barátaimmal alapítottunk egy fogorvosi punkzenekart. Énekesünk Dr. Braunitzer Gábor egykori tanárunk volt, akivel folytattam az együttműködést. A Dentinál sokkal erősebb volt az adhézió, azt is jól láthatjuk, hogy az önsavazó 6. generációs bondoknál különösen jót tett a homokfújás, ugyanis ezt mérléllyel el lett vékonyítva. Tehát akkor jogos a kérdés, hogy nincs más dolga, mint gold standard bondot használni, és akkor minden esetben maximális kötőerőt érhetek el. Sajnos nem ennyire egyszerű a történet, ugyanis befolyásolni fogja a kötőerőnket a C-faktor, az idő, és a bondozandó szövet elhelyezkedése a következőképpen. Tehát az egyik tényező, ami befolyásolhatja a kötőerőnket, az a C-faktor. A C-faktor szerintem senkinek nem új fogalom, ugye a bondozott és bondozatlan falak arányát adja meg. 1987-ben vizsgálta ezt először Feltzer, aki bondozott és bondozatlan felszínek arányát vetette össze a keletkező stresszel. Azt figyelte meg, hogy minél több bondozott felszín van a bondozatlanhoz képest, annál nagyobb stressz keletkezik, ami számunkra nagyon fontos. Ugyanis, hogyha nem veszük figyelembe a C-faktort, a kötőerőnk akár a felére csökkenhet. Ezt láthatjuk Nikaidó és társai kísérletéből, akik két csoportot hasonlítottak össze. Az egyik csoportban egy kis C-faktorú sík felülethez ragasztottak, másikban pedig egy nagy C-faktorú első osztályú üreghez ragasztottak. Ezeket a mintákat apró szeletekre vágták, és egy speciális géppel szétszakították a fog és a ragasztó réteg határánál. A kompozitok zsugorodásában keletkező stressz tönkretette az adhéziót, és a ragasztás ereje a felére csökkent. További 10% veszteséget figyeltek meg, hogyha a szakítási próba előtt a rágási ciklusokat is szimulálták. Tehát mi lehet erre a megoldás? Teljesen logikusan következik, hogy egy indirekt, technikán készülő munka, vagy egy szemidirekt pótlás, amit a fogorvos készít el, tökéletes stresszcsökkentő megoldás lehet, ugyanis ezeknél a technikáknál a végső polimerizáció szájon kívül megy végbe. A polietilén ribbondros tömésbe